Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy álom lovag. Így hívom ezt a jóslást. Ez most egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, egy álom lovag. Ehhez jön asztrológia, és ez most az új akció, hiszen megkapod fele áron, mégpedig 6000 forintért. Tehát ez a jóslás, egy álomlovag, és ehhez jön még asztrológia, az indiai asztrológia szerint, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat, ami a szerelmet illeti. Itt ezen a helyen van a te gondolatod, vagy a te kívánságod. És most erre kivetem a kártyát. Itt látható a megújulás, a változások, a transformáció. Tehát te szeretnél most magadon valamit változtatni. Ennek a kígyónak van egy gyógyító hatása is. Azon kívül jelentheti a szexuális energiát. Itt ezen a helyen látható, hogy milyen irányba kellene tekintened. Itt ez az ostor jelent olyan dolgokat, ami téged bánt. Előidéz fájdalmakat, sebzett emlékeket. De azt is jelenthetik itt a képek, hogy légy óvatos, hiszen ez a kígyó lehet egy nő, egy barátnő, egy kolléganő, vagy valaki a családból, egy ismerős, és ez a nő meg akar téged szándékosan bántani. Tehát figyelj oda ezekre az eseményekre. Itt, ezen a helyen látható a te fellépésed, a te kisugárzásod. Itt te vagy látható, hiszen ez a hölgy téged szimbolizál. Nálad minden rendben van, megfelelő a kisugárzásod. Mit kellene tenned? Itt vannak a cselekvések. Milyen lépéseket tegyél a közeljövőben? Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. Lehet, hogy itt vannak viták, veszekedések egy nővel. De amit a torony még jelenthet, egy szűkös helyzetet. És ebből ki kell lépni. Hiszen ez kivált félelmeket és bizonytalanságokat. Itt ezen a helyen látható a múltad, vagy kármikus témák, vagy olyan dolgok, ami blokkol téged. Itt kell a bizalom, hogy minden úgy alakul, ahogy megvan írva a csillagképekben. Ez a kártya jelenthet spirituális dolgokat is. Valami vagy valaki visszatér a múltból, hiszen itt a múltról van szó, és minden úgy fog történni, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Itt ezen a helyen látható a megújulás, a transformáció, és utal az érzelmeidre. Bizonyos dolgokat el akarsz vágni magadtól. Ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok, lehet egy szakítás, vagy lehet ez a hamis nő itt a háttérben. Vagy van egy lelki társad, egy álomlovas, egy álomférfi. Vagy ha egyedül vagy, akkor jelentheti azt is, hogy ki ez a férfi. És most megnézzük az ő gondolatait, mégpedig itt ezen a helyen.
számára nagyon fontos, hogy elfoglalja a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ez a kép utalhat a gyógyító erőre is. Hogy lát ő téged? Ez itt ezen a helyen látható azonnal, hiszen mutatom itt a kártyán. Itt a szerencse látható, tehát ő boldog, hogy ismer téged, vagy van kapcsolat, megvan. Itt ez a szerencse, ő így lát téged, hogy te szerencsét hozol neki. A közeljövőben kikkel fogsz találkozni, vagy milyen hatással vannak mások rád, itt az egerek eltávolítanak valamit. Hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit. Tehát rajta kívül vannak más kapcsolatok. Lehet, hogy az egerek eltávolítják ezeket a kapcsolatokat, vagy olyan emberekkel találkozol a közeljövőben, akik szeretnének valamit elvenni, eltávolítani tőled. Utalhat anyagiakra, az idődre, az energiádra. Valaki ki akar használni téged. És ez az álom férfi jönni fog, itt látható ezen a helyen, igen vagy sem. Itt van hamisság a háttérben. Valaki meg akarja akadályozni azt, hogy ő közeledjen hozzád. De a hamisság lehet az ő gondolata is, mert nem mer érzelmekről beszélni, nem beszél a terveiről, vagy más úton halad jelen pillanatban. Persze az egerek kihathatnak erre a ravasz rókára is, segítenek eltávolítani ilyen dolgokat, amikor hamisságról van szó, vagy negatív gondolatokról, negatív érzelmekről. Ő nyitott egy pár kapcsolatra, igen vagy sem, az itt ezen a helyen van. Igen, tulajdonképpen számára nagyon fontos a biztonság érzete, hiszen itt le akar horgonyozni nálad. Ugyanúgy, mint itt ennél a képnél is látjuk az ő gondolataiban, ő le akar gyökerezni. Itt látjuk az ő érzelmeit. Ő választások előtt áll, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Lehet, hogy eddig voltak hamis döntések, egy rossz út, amin ő változtatni akar. Találkozni akar veled, hiszen itt látható, hogy az élet utatok újra kereszteződik. Mit kell tanulnod, az itt látható ezen a helyen? Hogy bízz a sorsodban, hiszen itt van egy kármikus kapcsolat kettőtök között, itt a sors utatok kereszteződött, lesznek fontos döntések, melyik irányba, hogyan tovább, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább. Ez a kép jelenti a hitedet is. És itt ezen a helyen azt nézzük meg, hogy mikor, hogyan lesz ez a találkozás. Itt látható egy utazás. Ez lehet egy külföldi kapcsolat, lehet egy közös nyaralás, de ez az út jelent egy belső utat is, hiszen megvan köztetek ez a lelki kapcsolat mély érzelmekkel. Egy kármikus kapcsolat, és ez a lelki út. Ez arra utalhat, ugyanúgy, mint a csillagkép is itt ennél a jóslásnál, hogy ismeritek egymást,
a korábbi életetekből megvan ez a lelki kapcsolat mély érzelmekkel. És itt látható a jövő, boldogok lesztek együtt, igen vagy sem. A virágcsokor azt jelenti, hogy szerencse lesz, egy kellemes meglepetés, utal a te szépségedre, nőiességedre, tehát itt lesz egy nagyon jó kimenetel. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!